Ezek a felvételek tavaly novemberben készültek, akkor még állvány vette körbe az Ófehért új templomot. Belülről is sötét volt, szinte csak az oltár és néhány szobor maradt bent a felújítás közben. A sekrestye a 11. században épült, később épült hozzá maga a templom. A török időkben egy nagy része leégett az épületnek, 1641-ben szinte teljesen újjá kellett építeni. A templom egyik legkülönlegesebb része mai napig a köze 1000 négyzetméteres freskó, ehhez hozzá sem nyúltak a felújítás során. A freskók azok 1972-ben láttak napvilágot, és annak ellenére, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet a védőszent, a nagy freskó, ami meg lett örökítve, illetve ami meg is maradt, az viszont sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges és hangulatos, amikor ide belép valaki látogatott, rengetegen jönnek. Hála Istennek sokan vannak, akik az ország minden pontjáról bejelentkeznek, és hogyha erre járnak, akkor feltétlenül megnézik a mi kis templomunkat. Élő közösségünk van, úgyhogy minden héten, hétköznap, illetve vasárnap teljes mértékben nyitott, befogadó és elfogadó. Közel 4 hónapon keresztül dolgoztak a szakemberek a templom felújításán. A külső és belső munkálatokat is régészeti felügyelet mellett végezték el. Ez nem csak a festést jelentette, kicserélték az ablakokat is, javították és lemosták a tetőt, és a fűtést is korszerűsítették. Nyírségi turisztikai lehetőségünk volt rá, tehát egy ilyen állami forrás az, aminek köszönhetően biztosítva lett az az összeg, amely egy nagyon komoly, valamivel több mint 50 millió forintot sikerült rá költenünk. A teljes külső és belső felújítása megtörtént, tehát a belső és a külső festés. Ezen kívül a templomnak a padozata az most már sokkal kellemesebb, hogyha ráülünk, hiszen padfűtéssel lett ellátva, illetve belülről közel 30-60 centi mélyen el lett távolítva a meglévő ajzat, beton, illetve a földréteg, és egy teljesen új és modern formában járunk most már az új lépcsőkön, illetve az új ajzaton. Kicserélték a teljes villamos hálózatot, így modernebb a belső világítás és a hangosítás is, a lúrdi barlangot pedig az udvarra helyezték át. Nem csak az Ófehért újak imádkozhatnak ezentúl modernebb és szebb környezetben, hanem Mária Pócs közelsége miatt a távolabbról rendszeresen érkező zarándokok és turisták is megcsodálhatják a település ékszerdobozát, a barokktornyos, gótikus műemléktemplomot.